Ki a menekült? Menekültnek alapvetően azt nevezzük, aki valamilyen veszélybe kerül saját hazájában, szülőföldjén, és kénytelen szándéka vagy örömmel megélt tartózkodása ellenére új hazát, menedékhelyet választani. Többnyire azt, aki háború miatt kényszerítenek a szülőföldje elhagyására, hát vagy az is menekült lehet, aki tartósan van kitéve otthon olyan atrocitásoknak, megkülönböztetésnek, ami miatt valamiért a kibontakozás érdekében tovább kell mozdulnia. Ilyenek nálunk a romák. My name is Muhammad Takiddin from Syria. Why you come here? Why you leave your country? And the big problem in Syria. All war and bomb and too much problem. What kind of life you have in Syria? What did you do? What is your work in Syria? Work? Yeah. And computer engineer. How many family you have? My wife in Syria, and 1 month and 2 baby. Uh-huh. The 8 months now. 1 month maybe, shall have one new baby. How did you come here? How you come here? Working And Turkey mm-hmm. and Yunnan, Turkey and Belm, uh-huh. 5 hours and Belm. Uh-huh. Cheap. Yeah, boat. Cheap, small. Boat. Yeah, and Belm and Yunnan and cheap big, maybe 2,005 people, uh-huh. And Serbia. Yeah. By work, maybe 4 hour, 5 hour, mm-hmm. and Macedonia. Same train. Yeah. Too much work, maybe eight hour. 8 hour. And here, the all people good, and too much good. Same, the all the food, the cheap, the all. What is your wish? I life, maybe only a life and peace. Life and peace. Yeah, all the children, the big, and the work, uh-huh. good, and the food. Uh-huh. No need the more. No need the big money. All the life and the food and the children, the school. All of us. Nem kell kereszténynek lenni ahhoz, hogy egy muzulmán országban valaki üldözött legyen, vagy zsidónak, hanem elég, hogyha másfajta muzulmán, mint amilyen az erőszakos többség. És az ilyen emberek nem látnak reményt arra, hogy valaha még egyszer a szülőföldjükön élhetnek. Tehát ők a menekültek. Tettük le azt a tömegre mennyiségű pelenkát, almát vittünk, ivólevet, kekszet, csokit, vizet, amit vittünk. Utána több alkalommal jártunk még a magyar határszakaszon, Balsnál és végig, tehát próbáltunk, amerre mentünk vinni. Mindig volt nálunk pénz, és illetve arra lehetőség, hogyha bárhol, bármire és másra van szükség, mint ami nálunk van, akkor azzal segítsük a határa érkező embereket. Mondhatnám azt, hogy a egyes számban, mert én azért olyan sok szervezettel nem igazán találkoztam ezen időben, az országvezetésének köszönhetően lezáródtak a határok, akkor pedig mi azt gondoltuk, ahogyan első körben Budapestről elkerült a probléma, és kicsit úgy is tűnt az országnak, meg most is úgy tűnik, mintha ez megoldódott volna, tettük át a székhelyünket a határ, és a határ lezárásával pedig azt gondoltuk, ez a probléma nem oldódott meg, hiszen emberek érkeznek, mi igazából
sem otthon, sem itt a szervezetnél nem azt szoktuk vizsgálni, hogy ki miért jön, hanem itt egy olyan probléma merül fel, hogy éhesen érkeznek emberek, fázva gyerekek, és akkor őket akarjuk ellátni, és akkor kezdtünk el Babskára menni, ahol olyan önkéntesek verték fel a sátrukat szó szerint a sárban, ahol mindent fogadtak, és mindenben tudtunk egymásra segíteni. Hiány volt a ruha, hiány volt a takaró, hiány volt a pelenka, hiány volt a bébitávszer. Tehát ami az embernek eszébe jött, minden hiány volt. Tehát, hogy hiány volt az alma, minden, minden. Egy rakományba általában kis busszal szoktunk menni. Változó, hogy milyen összegű az az élelmiszer, ruhanem, ami benne van. Én azt mondanám, hogy egy ilyen 500 000 környékén volt. Költött a szervezetünk, az mennyi lehet? Szerintem 30 millió fölött. El-Ahmedi Mohamed vagyok. Hogy kerültél Magyarországra a kezdet-kezdetén? Hát tanulni értem, megismertem a kedves feleségem, és úgy itt maradtam. Mennyi szír van itt a menekültek között? Olyan 7 és 10 százalék között szír. Többi minden Irán, Afgán, Pakisztán, Marokkói, Afganisztán. Milyen személyes érzelmeid vannak, hogy látod tulajdonképpen a saját gyökereidet vándorolni, na, és kitéve? Ez legrosszabb fájdalom, mikor találkozok ilyen család, aki nagyon jó éltek kint, és itt ide jön, érted, mondta, 5 éve vártam, hogy vége lenne a háború, és nem lett vége, ez is indult. És látom, hogy fáradtak, éhesek, fáznak. Ez a fájdalom, amit... Mennyire erős a feszültség a táborlakók között? Nagyon-nagyon erős. Több nemzet, és nem bírják egymást. Hogyan tud megoldódni ez a helyzet? Meg tud-e oldódni? Hát szerintem nagyon nehezebb, ha meg kell állítani a háborút, és akkor mindenki megy haza, vissza, vagy nem jön több ember. Szerintem ez a megoldás. I actually live in Romania and in Ukraine. And how long have you been here? In this place since yesterday. Yes, but I've worked in Ruska, I've worked in Holgosh, in Croatia, in many different places. So. And tell me why you help? It's very simple. I got a memo from my boss, and he said I should be here, so here I am. And I work for the largest organization in the world. And my boss is the richest man in the world. Mm-hmm. The organization is called the Church, and my boss is Jesus Christ. Zákányban voltunk. És mikor az megszűnt, akkor nézelődtünk, hogy hol van szükség. Tehát ezt tudtuk, hogy úgy se áll meg az emberáradat, és hogy valahol biztos szükség lesz ránk. Én úgy látom, hogy most egyre több a családos, de állítólag, nem tudom, hogy igaz, de olyat is hallottam, hogy Görögországban elkezdték szétválogatni őket. Ezt mindenki tudja, hogy a szíriaiak inkább a családosok, az egyedülállóak azok általában Afgán, Pakisztán, Irán. Tehát most a szíreknél nagyon rossz a helyzet. Semmivel nem jobb attól, hogy Oroszország bombázza őket, sőt, még rosszabb. Mert ők az elnököt nem akarják.
Hát ott az a legnagyobb probléma, hogy itt már ilyen 3-as, 4-es belháború van. Ennek nem lesz vége, és a szírek most kezdenek szerintem majd jobban jönni, mert eddig úgy voltak, ők nem szívesen jönnek. Mindenki azt gondolja, hogy ezek a csóró negyedből jönnek. Nem, itt a legtöbbje orvos, mérnök, tanár. Volt, találkoztunk már biológussal, fizikussal. Tehát ezek nem a legcsóróbb réteg, a legszegényebb réteg, mert ők ott maradnak Törökországban, meg Jordániában, meg Libanonban, ilyen menekültáborokban, nekik nincs pénzük. Igen. Ők 1500 eurót fizetnek, mert sokan mondják, hogy hát ha van pénzük, akkor miért nem jönnek repülővel? Nem tudnak repülővel jönni, nincs vízum. Mit kívánjak? Mit kívánjak neked, mit? És mit kívánjak a világnak? Nem tudom. Hogy egy kicsit jobbak legyünk egymáshoz. Ez közügy. Tehát alapvetően mindenkinek ügye, nem tud másképpen. Az ember szociális lény, ez azt jelenti, hogy csak közösségben tud egyáltalán élni, ott is, ahol nincs baj. De végül pedig minden államnak és a nemzetek közösségének is kötelessége, ne hagyja, hogy emberek embertelen körülmények között elpusztuljanak.